Üdvözlünk mindenkit! Ez egy különleges adás, egy különlegesebb adás, mármint azért, mert most először ezt leközvetítve az F1GPL-nek az első futama. Szokás szerint ugye Gál Miklós vagyok, és Létei Attila, mint Nando operatőr itt van mellettem. Zhuhaiban lesz az első futam, remélem teljesen jól mondtam ki. Időmérőt Ődi Ákos nyerte. És ilyen elnézést Gál Szilveszter, ő így az elsőjel, aztán mögött a Sár Dániel, Borbé Roland, Gász Krisztián, Szolga Bálint, Pécsvári László, egy felekes Sobőjük itt újoncok, Mocika Dávid, Szőke Levente, Guti Zoltán, Langbein Bertalan, ő is újonc, Domonkos Bálint, Csete János, Tóth Péter, illetve Lőrinc Gábor. Ja, és még egy felei Gergőrrel első felepkezzünk. Ődi Ákos meg valamiért a boxban, mellett, hogy ő indul az első erről, majd ez majd így ki fog derülni. Lehet, hogy a boxba fog rajtolni. Ennek a ligának az érdekessége, hogy általában minden futamon legalább egyszer van safety car, akkor a unalmasabb mondható a futam, ha nincs. És még az is ugye, hogy a versenyzők egy része tud elég profi menni, a másik fele annyira nem. De ezt már úgy is meg fogják látni, hogy nézzük, hogy ezen a futamon ki lesz az, aki jól fog menni, és ki lesz az, aki nem. Vannak általában minden futamra titkos favoritok, közben valaki a boxban, méghozzá Szőke Levente valamiért. Tehát minden futamon vannak általában favoritok, tehát 9 szezon ment le ebből a ligából, és általában Sár Dániel, Gál Szilveszter, Borbé Roland között szokott eldőlni ez a győzelmi folyó harc. Fődi Ákos és Szőke Levente a boxban rajta, hogy azt jelenti, hogy Gál Szilveszter fog az élőre rajtolni, aztán Sár Dániel, Borbé Roland és Juhász Krisztián, ők az első 5 helyen. És most elrajtolnak, elég egyforma rajtot kap el az első 4 helyzet. Talán mint a Borbé picit jobban kapta volna el rajtot, mint Sára, viszont egymástak mennek innentől közben. Borbé nem fog átvenni a vezetés, viszont Juhász Krisztián bevetődik oldalról. Ott belső ilyen próbálta meg, nem lesz meg. Pécsvári próbálja körbeautózni Juhász Krisztián. És ahogy látom, hátul is többen eljöttek probléma nélkül, ami kicsi meglepetés. Na de ezt majd később beszélünk. Juhász visszavetődik Pécsvári mellé, de ezt nem fogja tudni megelőzni. És egyelőre Juhász marad az 5. helyen, hátul Guti, illetve Mocika próbálnak egymással valamit kezdeni. Itt Mocika belsőjével lesz, és Szolga előbb is fékezi, majdnem bevetődik mellé. Mocika, meg ez Guti megforog, kigyorsításon elment az autója. Guti valószínűleg az utolsó helyre fog visszajönni, illetve nem mert Szőke Levente és Fődi Ákos is a mezőny után tudtak eredni. Elő gyakorlatilag mondhatni, hogy a helyzet a szokásos, tehát Gál Szilveszter vezet, Sár Dániel második, Borbé Roland harmadik, Pécsvári az újonc, mint negyedik, az egész szép. 5. hely, Elekes Csaba, Juhász Krisztián. Elekes Csabának is vigyáznia kell, mivel újonc, ezért nem kéne kijutni senkit így az első futamon. Juhász negyedik, nem tudom mennyibe meglepetés. Na de 10. hely, Lőrinc Gábor, hoppá, 16. az egész szépen feljött. Domonkos Bálinttal csatázik. Hopp, egy pinta picit megpecintette volna Lőrinc Domonkost. Így Domonkos pálya szélre kényszerült, Lőrinc tartja belül, szakás szerint, na itt belsőjével meg lesz-e, jaj, nem hagyja neki helyet Domonkos. Mindig egymás mellett mennek, nagyon jól csinálják. Lőrinc már kétszer hozzáért van a Domonkoshoz. Lehet, hogy csak ez egyszer volt, csak én láttam rosszul, aj, de szépen driftel neki is megy, hát alig lehet kommentálni, olyan sok minden történik egyszerre. Hátul Tóth Petko, illetve Péter 14. helyen megforog, kigyorsításon eldobta a kocsit. És vissza Lőrinc Gáborékhoz, aki nem nagyon tudnak egymással dőlőre jutni, mert mindig egymás mellett mennek. Domonkos mindig annyira belsőjében tartja az autót, hogy nem tud megfelelő kanyarvételt csinálni, majd most sem, és most Lőrincnek megvan. Jön velük viszont Felei Gergő is. Hát, hogy mindig nagyon jó csaták vannak, ezt már megszokhattuk a legutóbbi szezonokból. 7. Mocika Dávid Szolga Bálint. Mocika Dávidnak egy elég katasztrófás szezon volt, 8. szezon, és most megpróbál majd minél több pontot szerezni. A legutóbbi 5 futama a 9. szezonban nem sikerült annyira jól. Szolga Bálintot kéne megelőzni a 7. helyért,
Előző szezonból, jaj, előző szezonból Massigannek nem kéne különösebb nehézséget jelentenie. Tolkok viszont egy picit ráhúzta. Nem már túl könnyű legyen Mocikának a dolga. Jaj, ops, Nightkin is van szolga és Massigannek így meg is lesz. Túl hamar fékez szolgáltál minden kanyarban ezt észre lehet menni. Flönitz feljön a 8. helyre, na. Flönitz Gábor. Egész jó versenyzés mutat itt be már az első körökben. Ott Macikál elmegy, és akkor Lőrinc Gábor már a 7. Lőrinc és Macikál amúgy csapattársak. Ahogy látom, egyforma autóban van, szóval ez már akkor elkezdődő csapattársak. És igen. Csak ennyi egyforma autó. Nézzük már meg, Fődi Ákos a 14. helyre feljött a box utcában, rajta van, ez egész jó. A 8. hely vissza Macikáikra. Nem akarják annyiban hagyni. Ó, az igen lőhint, az nagyon szép volt. Bedrifteltette az autót, emelnek köszönhetem, hogy Macika profitál egy szépet. 87. helyem. Igen, lőhint egész jót rajtolt, és nem egészen, hanem meg jó rajtolt, mert 18. helyről feljött. Egészen. A 8. a jaj, Mocika. Miért engedte vissza Lőrincet? Hopp, hátul pedig Szolgabány megy le a pályáról, Pelei Gergő lesz mellette, Pelei Gergő ott lesz mellette, belsőjön ellen meg tudja előzni. Miért a rázókon fordul Pelei, mert így el fogja dobni az autót. Na majd Szolga mellébe vetődik, Szolga megpróbál aláfordulni, Szolgának a sikerül is rosszabbul gyorsít ki, viszont Pelei ott lesz mellette még egész végig. Pelei belsőjével lesz, mert kell ennek lennie, nem tudom, hogy Szolgának van-e esélye kívül tartani az autót, viszont most aláfordul, szépen csinálja a Szolga, övé lesz a belső ív, viszont most levágja a pályát, szebbot teszít, és most visszajön Pelei. Megint Szolgának lesz elő is ez a jobb kanyar. Megint túl korán fékez. És nem korán fékez, Pelei fékez túl későn is megy el a kavicsájba. Nézzük meg elő is mi van, mert lehet, hogy lemaradunk itt a jó csatákról, de nem. Ellen nem történt semmi érdekes. Most az, hogy Pécsvári hibázott, mert visszaesett a 6. helyre. Juhász Krisztián visszajött a 4. helyre, lelkesen pedig az 5. Ajaj, 8. hely, Mocika hibázik. Szolga Bálinnak meg kisebb kormányszaggal kéne kormányoznia, tehát magyarokban ennyire nem kéne elfajtani mégse a kormányt. Így például, hogy most. Csak hogy nem kell hozzá megcsúszni. Nem tudnak elszakadni egymásnak, mert mindig pont annyit hibáznak, hogy vissza tudjon jönni az a másik rá. Nap elején megint bevetődik, megint túl korán fékez. Nem, igen, megint elfékezi. Lassan mondhatjuk szokás szerint. Mögöttük, hopp, azt se teljenni. Nem, az Guti, Zoli és Domonkos Bálint, na ők is úgy gondolták, hogy kiveszik a részüket. Guti bevetődik belsőben, jó, meg is van. Viszont lecsúszik, ahogy Pelei szokta csinálni. És megint lecsúszik. Szeretek a pályán kívül menni. Viszont a kivételnek, hogy itt a első pár helyzet annyira nem szabad. Közben Guti picit meglöki Domonkost, így visszacsúszik egy-két pozíciót. Seted? Na setem? Belső éve meg lesz? Nem? Nem. Tolga Bálint szokás szerint, vagy Pelei Gergő is szokta mindig lesúszik. Oda vissza megy ennek a pozíciós elég, mert lassan nem meglepően. Fődi Ákos, na a 12. Fődi Ákos. Az szép. Igen, azt nem néztem, úgyhogy mentem. Ah, Fődi Ákos ront is. Ahogy Csete Jani is. Nem tudom, mi ott Langbein Bertalan pedig szerintem elengedi őket. Aha. Ő is a fűzőn megy, ahogy általában a középmezőny többi tagja. Valamiért a fület jobban szeretnék, mint a pályát. Bár igaz, sokkal puhább, viszont tapadás szempontjából viszont nem a legjobb. Igen, el a helyzet változatlan. Gál Szilveszter, Sára Dániel, Barbie Roland. Szerintem köztük fog eldőlni ez a szezon is, ahogy nagyjából az összes többi. Amíg Ádám Zoltán nem volt ott, mert ő még tudott érdekes dolgokat csinálni. Ádám Zoltán most már a safety car-ral van. Na,
tizedik hely Fődi Ákos, most már Szolga Bálintot is megelőzte. Guti Zolival együtt. Szerintem Gutiék azok el lesznek. Szolga, jajjaj, Guti Zoli! Az szép! Felébe kapta Szolgának a hátsó kerekét. És így kilökette magát. Sete Jani pedig kívülről, de Monkos nem. Topnőista volt. Nézzük Fődi Ákos, mert szerintem előbb fogja Pereit megelőzni, mint hogy előtt történjen valami, vagy akár hátul. Tizedik előmondta. A Pelei elől, Fődi mögötte, Fődi szélárnyékban, meg kell lenni ennek az előzésnek. Egy nagy a különbség, a két pilóta között erről beszélek. Pelei nagyon korán fékezett. És így Fődi simán meg tud előzni. Korán fékezett valószínűleg azért, mert csak pályahagyás miatt úgy érsz, hogy inkább az aszfalton kéne menni. Érdekes, hogy nem is volt safety car, ez új. Igen, az én mezőn 15 közepét megy átlagban, ami csak azért vicces, mert Juhász Krisztián már 16-3-at megy, és gyakorlatilag tőlük lefele is 16 feletti idők vannak. De a Fődi Ákos, aki nagyban jön fel, és azért célárnyékot is kap. Ennek köszönhetően pedig jobb kerekes, hogy jaj, Mocika, hova mész? 9. hely, most már 8. Mocika úgy elment előre, mint a Asszini, arra van a pálya. És akkor egy Pele is örülhet egy pár percig, hogy a Mocika előtt van. Hát, ez itt lehet, hogy egy rövid küzdelem lesz Mocika és Pele között. De nem, Mocika nem gondolja úgy, hogy már most elmenne. Lehet, hogy húzatni akarja magát a szélárnyékkal, ez mondjuk egy jó taktika szokott lenni. Ami nem tartja fel túlságosan, addig szélárnyékban mögöttem egy. És akkor így jobb gyorsulásnál a D-sebességnek köszönhetően akár gyorsabb is tud lenni az első pár helyzet. Bár ez igazából csak akkor van, hogyha az ő tempójukat tudja futni. A Mocika megint elmegy gombászni. Elég rendesen. És még így is sok kört fut, mint Pelei Gergő. Majd kétszer úgy lement a pályára, hogy elmentek mellette pár százan. Igen, ott Pécsvár és Elekes tartják ott az 5.-6. helyet. Igen, az 5.-6. helyet. Langbein Bertalan pedig kiesett. 14. hely. Szőke Levente próbálja Domonkos Bálintot maga mögé tudni. Ohó, Domonkos! Ez egy szép cam block volt, csak sajnos én nem nyerte meg a pozíció, hanem inkább elvesztette. Mocika pedig 10. helyen nem bír Peleivel, ami nekem meglepetés, számomra elég nagy meglepetés. Azt képest, hogy tavaly 9. szezonban minden eredményeket tudott elérni még a szezon első felében. De úgy tűnik, hogy ez így marad, eddig előre. Mocika megint megpróbálja. Belsőre húz rá. Nem volt hely. És most meg lesz, vagy nem? Nem. Fura. Pelei most újabban nem fékezi el magát annyiszor, mint legutóbb. Viszont Pécsvári kezd majd felélekezni. Azt meg később megnézzük, mert Mocika megint a felszínén volt egy kicsit. Igazából na, a Domonkos Bálint és Tóth Péter a boxban. Már most úgy gondolták, hogy cseréljünk gumit. Illetve Tóth Péter nem is volt első szárny, tehát ez mondjuk itt megmagyaráztabb mindent, csak hogy Tóth Péter kört is kap. Gyerünk vissza Mocikájékhoz, akik elszórakoznak még mindig egymással.
Ja, majd Pécsár egy ideig idő múlva fel fog érkezni. Nem, az még nem... Nem most lesz. Ott Tóth Péter, az aki jön vissza, igen Tóth Péter, aki jön vissza, el fog engedni. Jó, el is engedte Tóth Péter őket. Nem keveredett bele a csatájukba. Nagyon maszikának nincs hova tempója. Most valamiért? Mivel Pelei nem hibázik, ezért nem fogja tudni megelőzni. Hú, kit nézzünk, nem is tudom. Á, tudom kit nézzünk, hát Elekes Csabit. Ötödik helyen valaki parolt egy szépet. Az Barbie Rally volt. Barbie Rally pedig hú, de rossz időt megy. Ott megpörgött Barbie? Vagy meg fog pörögni Barbie, ki tudja. Hát valami történt vele. És Elekes Csaba felérkezett a Sárdánnél kezdve a boxba. Úgy döntött, hogy kimarad ebből a buliból. Tehát Elekes Csaba támadja Juhász Krisztiánt, és az már a dobogóért megy. Hát... Újoncként dobogóra állni nem lenne rossz. Viszont Juhásznak sem lenne rossz dobogóra állni. Tavalyi incidensek után. Igen, nem lenne egy hátrány. Nézzük, mit tudnak egymással kezdeni. Sokkal később tud Elekes fékezni, és meg is érkezett már most, Szélelné dolgozni fog neki a 100%. Innentől kezdve már csak abban reménykedhet Elekes, hogy Juhász hibázik. Ha csak nem nincs akkora tempó különbsége, hogy netalántán erőből előzze meg. Na nézzük! Belső évet választja? Nem, inkább mögötte marad. Egész jól kanyarodik. Na innentől most felhúzathatja magát széljárnékba. Na. Igen, itt jön. Boxba bemegy Juhász Krisztián, innentől kezdve akkor Elekesnek. Nem is kellett különösebben megküzdeni a pozícióért. Barbie Rolli is kint van. Nézzük Barbie Rollit, hogy Sára Dániel át tud-e vágni Lőnx Gábor is a boxban. Sára Dániel merre van? Találom hirtelen. Itt a 5. helyen. Igen, eléggé nagy előnyt tudott kiépíteni, és így fődiákos már a 4. Elekes Csabi és Pécsvári László már az első helyen van. Gál Szilveszter pedig Domonkos Bálintot fogja mindjárt lekörözni. Nézzük Sára, mire lesz képes az új gumikkal. Fődinél most jelenleg gyorsabb. Csete is kint volt a boxban. Nézzük Sára Dánielt, mire lesz képes Fődi Ákossal szemben egyőre, ami nagyon messze van tőle, viszont innentől kezdve, hogy megkapta az új gumikat, mert muszáj gyorsulnia. Igen, Gászig a szemúton is érte. A Monkost. Ó, mekkora sebességkülönbség! Aztán sokkal rövidebbet tud fékezni, le is körözte, probléma nélkül. 15? Igen, hát körülbelül egy forma tempót mi az első kettő. Hol is vagyunk? Sára Dániel. Ó, Sára Dániel olyan jót ment, hogy lefutott a verseny leggyorsabb, hogy 14.292. Na hát ez így, egy egész bíztató tempó, és Pécsvári László fog kijönni a boxba valószínűleg a kör végén. Babylon sem ér rossz tempót, 14.8. Igaz, 6 tized, de lassabb ez, mint volt, de lehet, hogy igazából azért mondjuk számít. Juhász Krisztián megelőzi most a Dávidot, aki fog jönni a boxban nagy valószínűséggel már ő is. Tovább húzták, mint kellett volna szerintem. Ezt simán kivettek volna. Egy Pécsai nem tudom mennyit fog veszíteni. Hát... Sokat. Tehát Pécsai úgy fog visszaesni majd a top 10-en kívülre, ahogy van. Aha, kijön a boxba. Még a harmadik helyre úgy döntött, hogy kijön. Jön a limitert kicsit korábban is, mint kéne.
Rödi pedig még boszkálás nélkül jelenleg. Egész jó tempót megy. Ilyen pécsvájként van, Barbie elmegy. Lehet, hogy nem esik vissza a top 10-en kívülre. Hát nem, vissza fog jönni a 6. helyre, akkor volt akkor előnye mégis. Riasz Krisztián fog nagy tempóval megérkezni mögé. De nem, nem túl messze van Riasz Krisztián. Gasly aztán ne kéne lassan kijönni a bokba, nagyon jó tempót megy ahhoz képest. Az képest nagyon jó tempót megy. Fődi Ákos is nagyon jó tempót megy, sőt Charles Daniel is. Charles Daniel mondjuk már volt kint. Hatodik helyen Pécsvájra kapcsoljunk. Mivel ne kapcsoljunk rá, mert azt hittem történt vele valami, de aztán kiderült, hogy a bossban volt. Vissza negyedik helyre. Dobogóért harcol Sára Dániel. Tudok kéne érni Fődit, ami amúgy azért nem megy. Mert mindössze 3/10-del volt gyorsabb nála. Viszont szélnékot az lassan meg, viszont megkaphatja. Most Gasly vesz egy kis széljárnyékot kap az első helyen Guci Zoltántól. Nem gondoljuk, hogy el kéne engedni Sylvester, cserébe segíti egy kis széljárnyékkal. Úgy Sylvesternek ez nem jön rosszul. Meg Guti elengedi? El. Jó, nincs probléma. Tára meg is elkezdett Fődire. Elekes pedig nagyon csinálni, be fogják darálni, hogy nem jön ki a bokba. A földi Ken blokkozik ő is egyet. Ájjájjájjáj, na most ennek könnyen meg kéne lennie Sára Dániel számára, földi el is engedi. Igaz, nem volt kint a boxban. Ájjt, Sára is szépen driftelt, de innentől már Sárának valószínűleg meg lesz. Meg kell, hogy legyen. Elekes pedig jön is ki a boxban, nem is várja meg, ameddig megelőzik. Igen, elég óvatosan jön ki. És picceled nyomja a limitert. Guti Zoltán pedig tapad Gál Szilveszterre. Hoppá, tök jó. Több kap egy kis szélnyékot. Gál Szilveszter és Fődi elkötte pedig ebben a körben kéne kijönni a boxba. Szolgál Bálintot keresem. Na, mi a 15. helyen van? Pissz eltűnt. Fődi tartja simán a tempót Sárával, csak ki fog jönni a boxba a Fődi. Elég el vannak kopva azok a gumik. Keményebbekkel rajtoltak. Mert... az nem létezik, hogy a lágyakkal sokkal kevesebb ideig bírta volna Sára, mint akár Sylvester vagy Fődi. Igen, Sylvester, hát jobban, ő picit pontosabban nyomja a limitát, mint a többiek. A Sylvester visszajön az első helyre? Visszajön az első helyre? Nem. Vagy igen? Nem. Nem, de nem fog visszajönni. Sára vezet, Fődi a boxban. Barbie lesz a harmadik. Viszont Fődi egy olyan jó tempót autózott, hogy ezzel a késői boxkiállással is simán vissza fog szerintem tudni jönni akár a top 5-be. Hát nem. Nem, jó, ez el fog menni, ahogy Pécsvári is. Hetedik, illetve most a hatodik. Elekes nem fogja tudni megelőzni Fődit. Nem volt egy jó a tempója. Sylvester, Sára meg ilyen vissza, és innent el kell kezdeni. Kinyomni az autó szemét. Érthető okokból. Na, a 15. hely Szalga Bálint Domonkos. Bálint. Két Bálint. Már csak Bolkovics Bálintot hiányolom, és akkor meg lenne a trió. Szalga egyáltalán nem tud mit kezdeni. És ő mindig nem volt safety car, gyerekek. Ajjaj, aha, a Szalga picit úgy döntött, hogy megy fetlengeni a fűben.
És el is ment. De úgy, hogy... Hát úgy elment a fűbe, hogy gyakorlatilag... A ketenőn leszakadt. Na, a ötödik hely, Juhász Krisztián, Pécsvári László, a újonc egy régebbi, úgymond veteránabb emberrel szembe. Nem tudom, hogy tudásban hol vannak egymáshoz képest. Pécsvári nem is védi a belsővet, Juhász bevetődik. Ajjaj! Ah, szépen megmentette Juhász ahhoz képest. Bedrifteltette az autót, majdnem neki ment Pécsvárinak. Az még szintet volna, mint a kiüti. Na jó, Juhász, azt a mindenit ilyen féktávot vesz. És meg is előzi, na. Szép. Ez szép volt. Juhász Krisztiántól ez most szép volt. Pécsvári külsével nem fogja megelőzni, már csak azért is, amit nem lehet. Ebbe a kanyarba felejtős. Talán a következőben az meg túl rövid az egyenes hozzá. Na itt, igen, itt korábban is fékez. Na majd itt. Igen, itt egy hosszabb egyenes fog következni. Na, nem, nincs túl közel. Vagy éppen nincs közel. És innentől nem viszem meg a szósára, megint a boxban. Hát, nem az, hogy nem rég volt kint. Vagy most mi van Sárával? Most összetörte, vagy csak ilyen kevés ideig bírta a gumi? Na mindegy. Vissza a Pécsváriékre, most már dobogóért harcolt fel, Sára kiállt előlük. Pécsvári belsőjével, Pécsvárinak ez meg lehetne, ha nem fékezné el, és Krisztián nem fordulna alá. Ám ezt megteszi. Na most Pécsvári nem. Ja, jó, ez most gyors. Ma van Lőrinc Gábor, ugye a nyolcadik? Na. Lőrinc Gábor a nyolcadik. Gyakorlatilag ugyanott maradt. Igen, Lambán Bárton az egyetlen kiesett eddig. Na nézzük. Pécsvári, Juhász, Fődi, és akkor most Sárának is majd egyszer csak meg kell érkeznie. Fődi szerintem meg fog előzni Pécsvárit. Gyorsabbnak tűnik. Aha, belsőjével jó, szép. Pécsvári túl sok helyet hagy neki, és meg is van Fődinek. Fődi jól megcsinálta. Feladta a belsőjével Pécsvári, amíg nem tudom, hogy miért rángatja a kormányt, de aztán melegíti a gumit. Hát hogyha... Hát nem tudom, hogy Fődi... Juhász Krisztián mennyire fog bírni. Mint a DRS jönne, olyan gyors. Ajajaj, hát ez... Hát ez hogy milyen sima! Úristen, hogy megelőzte! Hát az egy dolog, hogy Juhász megcsúszott a kanyarok közben, de hogy Fődi mennyivel rövidebbet tudsz fékezni, és mennyivel jobb tapadással... Hát... Hát ez... Hát ez gyönyörű volt. És most megkapta kedvenc érve a játszótársát Juhász újra. Tudja, ezt nem fékezi el. Hát erre számíthatna. És úgy tűnik, hogy Sára Dániel föl fog jönni. Igen, Sára Dániel nagyon korán föl fog jönni. Ez a második kör a box kiállás után, és egy picit sokkal gyorsabb. Csak két másodpercet adottam úgy Pécsváinak, meg Juhásznak. Juhásznak többet, sőt Juhásznak 2,4-et. Hát igen. Ez egy nagyon sima Gasly Vesztel győzelemnek tűnik, mivel Borbély megint ki fog jönni a boxba, ahogy nézem. Igen, itt Charles Daniel szerencsétlenségére nem fog tudni közelebb kerülni egyelőre Pécsváriékhoz, mivel most Pécsvári szélnékban ment Juhász mögött. És itt jobban gyorsul a kocsi. Jaj, Lekes Csabat megcsúszott a hetedik helyen. De vissza, kapcsoljunk Sára Dánielre, hatodik hely, és akkor nézzünk egy onboardot. Így belátható az előtte lévő két hely. És Sára meg is érkezett. Mindjárt. Ájjá, ott is van. Már szélárnyékot is kap. Hát, hogy a kanyarsebessége sokkal nagyobb, mint az előtte lévő kettősnek. És szélárnyékot is kap. Hát igen, ennyi volt. Pécsvári mögé meg is érkezett.
De most megelőzi a Page Wright, megint feladja Page Wright a belsőjévet valami okfajtán, és akkor így ugyanúgy Sarah Daniel is megelőzi, de nem, megcsúszik Sarah, és visszajön Page Wright, na. Tapasztalt. Na itt mi fog történni? Belsőjében Sarah, ajj, egy picit ráhúzta Page Wright. Kim is van Page Wright a fűben, áááá. Page Wright elkezd cikázni, Page Wright, Page Wright ráhúzza! Kiüti Sarah-t, ez mi? Ez mi volt? Emberek! És Borgé most volt a boxban, ezzel sokat nyerhet. És jön ki a safety car, Zoltán Ádám vezeti ki a safety car-t. Pécsvári mit művelt? Szerintem direkt kilökte Sarah Dánielt, ahogy elnéztem. Ki is esik Sarah? Az egyik legesélyesebb ember a, akár a győzelemre, akár a top 3-ra. Ki esik? Hát Attila, az Juhász Krisztián lesz, akire gondolsz. A Juhász Krisztián volt az, akit lerakott az asztálcára. A gép egy pillanatra lesz, majd látni is fogjuk. Igen, Gászi össze jön ki a boxba, hát mikor máskor, hanem most. Igen, ez egy egész jó húzás volt. És Fődi nem előszedsz, Guti meg Szolgasz meg nem tudnak olyan tempót menni safety car alatt, sőt nem is akarnak. Hát itt Szilveszter... Szilveszter nagyon könnyen vissza fog jönni a... Erre Fődi menne gyorsabban. Fődi menne gyorsabban, de nem tud, meg Guti akadályozza ott elől. Másokkal... ...simábban. Viszont Juhász Krisztián a boxban, igen. Várható volt innentől kezdve. Megáll. Igen, Szolga is a boxban. Így már végig fogják, 29 körös, így már simán végig fogják bírni. Elekes Csaba elmegy Juhász Krisztián mellett. És ennyi. Igen, Vedomonkos Bálint is dől, lekörözött, Pécsvári jön a boxba. Lőrinc kimarad. Hát valószínűleg a legalább gumikat felrakták. Esek. Na, az igen, és Zoltán Ádám most nem engedte gudni Zoltán. Zoltán Ádám egy olyan safety car feszett, aminek nincsen gyakorlatilag felső fényhídja. Ez lehet, hogy javítva lesz. Valahogy nem néz ki jó a safety car. Hát igen, Földi Ákos a boxban rajta a második, ez szép. Viszont szerintem Borbé meg fog előzni. Ajjaj, Domonkos Bálint megfara majdnem a safety car alatt. Erről mindenki tudja, mi a vélemény, nem? Igen, inkább itt a Juhász Krisztián féle szituációt kéne nézni. Az ötödik helyre kapcsoljuk. Nézzük meg ezt a szituációt, mi volt. Majd Domonkos Bálint kiparag a safety car alól, azt lassan megszokjuk, ami nem az, hogy konkrétan Domonkos Bálint farag ki a safety car-t, hanem valaki. Igen, itt a lekörözöttek visszavehetik majd a körüket. A Juhász Krisztián az ötödik helyen megy, ezért itt tiszta. Igen, most Szolga Bálint elmegy. Tóth Péter is, talán több lekörözött nincs. De nézzük, Juhász Krisztián, igen. Melegíti a gumikat. Valami nem stimmel Szilveszterrel. Valami nem stimmel, és remélem nem az, amire gondolok. Hát... Igen, azért várjuk ki, azért még Juhászékon maradunk, így belát... Juhász Krisztián szemszögéből belátni az első... négyet előtte. A kérdés, hogy a safety car meddig fog kimaradni, ugye elég nagy baleset volt ez, de gyakorlatilag kizakadt a jobb hátsó kereke Sarah-nak, és nem tudom, hogy Pécsari ezért mit fog kapni, mi lesz a magyarázat erre, erre a kiütésre. Igen, most igen, eléggé lassúak, nem is melegítik a gumit érdekes módon. Ha? Itt eléggé fel van a tömörülne, szerintem most jön be a safety car, mi most kell bejönni a safety car-ben, nézzük Gál Szilveszternek a lassítását, ez attól függ, hogy na, nem szedi a szemhez, hogy lehet, hogy még a safety car kimarad egy körre. Most már melegítik a gumikat, tehát
Nem értem eddig miért nem. Lőrinc Gábor a hatodik. Na, Lőrinc kitesz magá ezen a futamon. Safety marad még egy körre. Sylvester eltűnt, elment az internet, ledobta, nem az internet, ledobta a játék. A Gál Sylvester kiesik egy biztos vezető helyről, egy, gyakorlatilag egy biztos győzelmet eldob, vagyis a játék dobál tőle. Ugye azt szerintem mindenki jön fel egy pozíciót, hogy Fődi Ákos vezet, és Fődi Ákos megnyerheti ezt a futamot a boxban rajtolva. Igaz úgy, hogy Gál Sylvester kiesik előre, de... Boxból top 3, az szép, és Gyerekes Taba is ott van. És még Lőrinc Gábor kiesnének, elől kiesnének páran, akkor meg lehetne a dobogó is neki. Mert nem tudom, mennyi esélyük van. És még Szolga Bálint is kiesett. Egyszerre ment az internet, mindig az internetet mondom valamiért. Egyszer adotta ki őket a játék. Ugye még Safety Guy-on addig elmondom, hogy van egy külön normális, illetve alapból nem olvasható fájl, egy exe fájl, egy hasonlít az R-faktor exe-hez egy fájl, viszont itt van egy felkiáltó el is benne, és nyomtatott nagybetűkkel van írva, az nem tudom, még van benne a játékban, azt simán ki lehetne törölni. És működne a játék rendesen, lehet, hogy nem dobálná le az embereket. Lőrinc Gábor mindjárt kijut, hogy Juhász Krisztián nagyon közel megy hozzá, még az szép lenne. Na most gyorsított Fődi Ákos. Fődi Ákos elfékezi Borbély Rolival együtt. Viszont innen még nem lehet előzni. Innen még nem előzhetnek. Hiába nyomja neki Borbély. Lőrinc egy picit lelassult, ilyen picit beragadt. Igen, és mostantól lehet majd mindjárt előzni. Juhász Krisztián fogja támadni. Negyedik helyen elkesvet ki is húzódik külső, épp a belső ívre. Aj, hogy elgyorsul Juhász Krisztián, külsőről megelőzi Elekesevet, gyönyörű. Nagyon szép mozdulat volt ez. Lőrinc Gábor is rázsik Elekes Sabára, Lőrinc Gábor meg tudná előzni Elekest. Be is vetődik. Lőrinc, nincs meg. Elekes kívül tartja az autót. Mindjárt vége a futamnak, és Borbély az elsőjén támadja Fődi Ákos, Borbély Fődi Ákos támadja. Borbély külsőjében van, Fődi belső, nem tud elfordulni. Lőrinc pedig nem bír Elekessel. Lőrinc nem bír Elekessel. Fődi pedig megint külsőjében van. Borbély sokkal gyorsabb nála. Nem tudom, hogy ebből mi lesz. Ajaj, neki megy Juhász Krisztián Borbélynak, megpörög. Lőrinc Gábor a harmadik. Elekes Csabát is megelőzte. Két pozíciót nyert. Lőrinc Gábor a harmadik. Nagyon szép. Juhász Krisztián megint elrontotta. Ahogy csak a múlt szezonban Hungaroringen ott szegény Borbély rajtőtte ki. Itt Borbély tempót veszít. És Elekes Csaba, nem tudom, mit tud kezdeni Lőrinc Gáborral. Lőrinc nagyon ismeri már ezt az autót, meg ezt a pályát. Még Elekes Csaba mostan először ez az autó ez a pályában. Lőrinc nem védi a belső ívet. Ó, Elekes Csaba driftel egyet. És így Pécsvári meg is előzi. Elekes is elrontotta. Fődi Ákos, Borbély Roland és Lőrinc Gábor. Ilyen dobogot nem is láttam még. Most Lőrincet láttam már dobogon, viszont tegyük hozzá, egy kis szerencsével is azért ott. Tehát Sárdelnél kiesett előle, Pécsvári kiesett előle, Gál Sylvester kiesett előle, gyakorlatilag Juhász Krisztián is megpörgött előle. Viszont ez ugye kit érdekel, mert ott van a harmadik helyen. Esetleg Borbély Rolit is tudná támadni. Na Lőrinc, mit tudsz? Nézzük! Hát... Ez így nem biztos. Első helyre kapcsoljunk Fődi Ákosra. Illetve még ne kapcsoljunk, maradjunk Lőrincen, aki nagyon elrontja a kanyart. Szegény Lőrinc. Nagyon elvétette.
Hoppá, Guti Zoltán a 9. helyen felborult. Most már a 10. Összementek Pelei Gergővel. És a 6. hely, Elekes Csaba Macika Dávidot támadja, mint kiderült, Guti Zoltán egy hirtelen kormánymozdulatot tett Pelei felé, aminek köszönhetően Pelei találta be, viszont Guti felborult. Ebből is volt egy kis probléma a futam után. Elekes Csaba, nézzük! Mit tud az újonc egy tapasztalt versenyzővel szemben? Hát nem tudja megelőzni belsejéből. Egyelőre meg kell elégedni ezzel a 6. helyjel. Na. Nem. És Földi Ákosra kapcsoljunk az első helyre. Most már sajnos itt annyi a számít, mi történik hát, amivel meg fogja nyerni Földi Ákos ezt a futamot. A box utcában rajta a kis szerencsével megnyeri. Mögötte Barbie Rand, aki kivédekezi végül is Lőrinc Gábort, aki megint egy olyan szép eredményt ér a 3. helyen. Pécsvári Lászlapi büntetés fog valószínűleg kapni Macika Dávid 5, Elekes Csaba 6, Juhász Krisztián, aki elrontott a 7, Pelei Gergő 8, Szőke Levente 9, ő is szépet ment a boxból, Domonkos Bálint 10, Csete Jani kerék nélkül, az igen. Tóth Péter lesz a 13. Illetve még körhátrányban van egyelőre. Tóth Péter bejött, csak onnan csak Csete János kell megvárni. És még lenne... És még picit tovább tartani az adás, mint szokott, mert vissza akarom tekerni. Juhász Krisztián incidenset még egyszer megnézem, de megnézném. Saját perspektívából, milyen szépen beszéljek. Tehát Elekesre visszakapcsolok, megnézem, hogy... hogy történtek ezek az esetek. Tehát igen, jöjjön az Krisztián! Igen, hát ez neki ment, Elekesnek köze nem volt hozzá, és Lőrinc Gábor milyen gyönyörűen ment el! Nézzük Lőrincet, aha! Mesteri a két autó között elment, gyönyörű! És én meg akartam nézni így a végén. Szóval ez nem feltétlenül tartozik bele a közvetítésbe. Szóval köszönjük szépen a figyelmet! Gálnyik Rosszat, a napelteltársam léte Attila. Nem tudom, hogy fog ez a futam végződni, lehet, hogy újra futják, lehet, hogy nem, most ugye macsara lesz különböző technikai problémák miatt. Ha újra futják, azok a Gálszilveszternek kedveznek, illetve Sára Dánielnek is. Ugye ők ketten kiesek Szilveszter a mod hibájából, Sára Dániel pedig Pécsvárinak a... hát... hogy mondjam... dolgából, igen, itt elég, ha így mondom. Találkozunk állítólag jövő hét hétfőn újra, felvételről le lesz szadva a következő futam is. Köszönjük szépen a figyelmet, nézettünk volna mára, viszont halásra, viszontlátásra, sziasztok!